Na, hello, sziasztok! Konzerv sztori! Nem tudom, hogy lesz-e folytatása, majd nagyon igyekszem, de egyelőre ez az utolsó konzerv sztori felvétel, úgyhogy nagyon sokáig gondolkoztam arról, hogy azon, hogy miről meséljek nektek, és hát rengeteg dolog eszembe jutott azokról az időkről, amikor még nem volt stabil a zenekar megélhetése, és mindenféle más csináltunk, például elmentünk turnéba, egy utazó társulattal, ami zenés társulat volt ugyan, de én, mint biodíszlet szerepeltem benne, a tánckarnak voltam a része, csárdásoztunk, stb. Mindenfélét kellett csinálni, meg néha voltak ilyen kis kórus megszólalásaink is, és voltak ugye a német szupersztár szólisták, meg mi voltunk, ugye a tánckar, meg öcsém is ott volt, és ő is énekelt, nagyon sokszor kapott nagyobb szerepet is. Viszont két gyönyörű megszólalás között, hatalmas nagy termekben, műfázokban léptünk föl, de két ilyen megszólalás között mi egy transzporterbe voltunk beszorítva, jobb esetben valami szállást kaptunk, rosszabb esetben benn kellett aludni a transzporterbe. Sosem felejtem el, az ajtón voltak lukak, és télen volt ez a turné, és jött be a szél az ajtón, a jeges szél az ajtón, és mi sisakkában a kesztyűben ott voltunk. Emlékszem, hogy aludni tesóm és én aludtunk a földön, hálózsákban, kesztyűbe, sisakkába, síszemüvegbe, mert amikor ment az autó, akkor cúg, jött be a hideg levegő. És kitaláltuk, hogy jó sok hubba-bubba rágógumit összerágunk, és beledugjuk szépen oldalra a lukakba. Úgyhogy így mentünk nagyjából, mint egy ázott, fagyott csirkék kiestünk, mint a mirali csirkék kiestünk a buszba, és hogyha volt szállás, azt nagyon értékeltük, oda behurcoltuk a gitárt, emlékszem, nem volt egy jó kis gitár, és öcsém utálta, amikor ilyen háromakkordos dolgokat ordibáltam, de nyilvánvalóan ordibáltam, és mindig összegyűltünk valakinek a szobájába. És ott, akinek a legnagyobb szőnyeg volt a szobájában, vagy szőnyeg se, oda leültünk, és az egész társulat kipakolta azt, amit a közértbe vett, a helyi közértbe. És nyilvánvalóan annyira undatkoztunk ezen, amit a több mint három hónapos turnén, hogy mindenfélét összevásároltunk. És rengeteg finom friss pékárút, akkor zöldségeket, gyümölcsöket, édességeket, meg konzerveket szétpakoltuk, és onnét kezdődött a fine dining. Mit mivel? Mindenki mindenkinek a cuccát kipróbálta, összetette, csoportosította, stb. És ott születtek meg olyan torszülemények, ami tulajdonképpen úgy azért olyan kísérleti jelleggel csillagos ötös volt, fogyaszthatóság szempontjából hát azért megbolygatta a bélbolyhainkat. Ennek emlékére csináltam egy nagyon finom tortillát, ami egészen egy irányba mutat, mint étel, és nagyon finom. Tortilla alul, tortilla felül, ez a tortilla meg van kenve nagyon finom majonézzel, az alja pedig pestóval, paradicsomos pestóval, és csirkét csináltam hozzá. Nyilvánvalóan kukoricát bele kellett tenni, kukorica nélkül nincs semmilyen kaja. Előbb-utóbb kiderül, hogy kukorica nélkül nincs semmilyen kaja. Úgyhogy ebben van csirke, és van egy kis garnélarák is, meg paradicsom. Puding próbálja az evés, tortilla próbálja a szagolgatás. Annyira csípős, hogy tulajdonképpen egy harapás után süsű a sárkány, magyar hangja leszek. De. Még meg lehet fejelni egy ilyennel. Halljó, úgy jó, ha erős. Konzervtori, kitartás mindenkinek. Gyűjjetek össze étel körül, dobjátok be, amitek van, kapaszkodjatok össze, és ha nehézségek vannak, akkor röhögjetek a szemébe. Jó étvágyat mindenkinek.